Közös akcióval tiltakoznak az ellenzéki városok polgármesterei az ellen, hogy megfelezik a bevételeik legnagyobb részét kitevő iparűzési adót. Karácsony előtt egy nappal, december 23-án este 7-kor egy órára lekapcsolják a településeken a díszkivilágítást. A stúdióban Kunhalmi Ágnes. Egy mondatot váltsunk erről a közös tiltakozásról, és aztán beszélünk majd az ellenzéki összefogásról, amiről szintén szót ejtettünk már a Jobbik elnökével, de hát nem árt ezt megismételni, mi hogy zajlik. De a tiltakozás. Itt Gémesi György idézett egy Kósa Lajos féle 12 pontot 2009-ben, már én is itt a 89 hol volt még. Ez a 2009-ben, az egy másik korszak volt, de akkor Kósa Lajos úgy fogalmazott, hogy joguk van az önkormányzatoknak az ellenállásra. Így van, és ellen is kell állniuk. Tehát én csak biztatni tudom az önkormányzatokat, a köztársaságpárti vezetési önkormányzatokat és polgármestereket, hogy álljanak ki magukért, fogjanak össze, és óva inteném, hogy bármelyik polgármester azt higgye, ilyen politikai helyzetben, ilyen mérhetetlen politikai támadás mellett, amit Orbán csinál az önkormányzatok, főleg a köztársaságpárti direktbe, ez egyébként a köztársaságpárti önkormányzatokat célozza, hogy azt higgye valamelyik polgármester, hogy majd egyéni alkuk által, vagy majd csöndbe maradok, és én megúszom, vagy elhiggye azokat a fideszes sugdolózásokat, hogy majd ha te egy kicsit nem szólsz ebbe bele, vagy majd kimaradsz, akkor majd neked kompenzálunk. Nem így van, nem hogy külön-külön, együtt is letakarítja a pályáról az ellenzéki vezetési polgármestereket Orbán. Ezt kell megérteni, ha nem állnak ellen, és a 22-ben nem tudok győzni. Megemelte a 22-es választás tétjét. Tehát Orbán Viktor is emeli ezt a tétet folyamatosan. Erre jó válasz? Hiszen tulajdonképpen ő erőszakolta ki, hogy egy listán indul az ellenzék? Nem ő erőszakolta ki. Ez a döntés, most már meghoztuk formálisan is ezt a döntést, mondhatom pártvezetőként, hogy informálisan korábban is voltak pártok, akiknek még meg kellett hozni bizonyos döntéseket, de nagyon reménykedtünk, és a végén így is sikerült. Tehát ez a döntés már jobban érlelődött, hiszen minden párt szavazóbázisa világosan látta, és ez is döntő fontosságú. És Jakab Péter pártelnök társam, vagy a Jobbik elnöke úgy fogalmazott, hogy történelmi jelentőségű, nagyon is az. Az más kérdés, hogy ezt 10 évvel ezelőtt már meg kellett volna hozni egy párszor, mondjuk 4 és 8 évvel ezelőtt, így zárójelbe zárva. Ne a múltat nézzük, egy választunk sem a múltat nézze, a jövőt nézze, hogy mit tudunk közösen elérni. Ugye 3 feltétel, hogy közös lista, közös miniszterelnök jelölt és a 106 egyéni választókörzetben egy jelölt a Fidesz-szel szemben, ez 3 olyan feltétel, aminek együttes teljesítése az, amely biztosítja, hogy az ellenzék immáron felmegy arra a bizonyos versenypályára, amit a Fidesz alakított ki, a választójogi törvénnyel, és azzal a politikai környezettel, ami a médiahelyzetet mutatja, vagy csinálta, ahogy az önkormányzatokkal bánnak. Tehát először fönn vagyunk a versenypályán, de elképesztő év vár ránk. Elképesztően nehéz, mindenre és annak ellenére is fel vagyunk készülve. Elképesztő támadások fognak bennünket érni. Mindent meg fog tenni a Fidesz annak érdekében, hogy megossza az ellenzéki pártokat, hogy szétverje ezt az együttműködést, hogy ellehetetlenítse, lásd, már elvonják a pártok jövő évi támogatását, mert hogy a Covid-ra hivatkozva szolidaritást kell vállalni, de egyrészt az oligarcháik nem vállalnak szolidaritást, 2. A Fidesz egyfajta állampártként működik. Az egész államot a saját propagandagépezetére, kampányára állítja át. Innentől kezdve nagyon-nagyon nehéz helyzetben leszünk, de soha ilyen reményteljes nem volt az elmúlt 10 évben a helyzetünk, mint ahogy most van. Az furcsa ellentmondás tulajdonképpen, a nehézségek és a remény. Jakab Péter az előbb egy fél mondat erejéig meglebegtette, hogy készül ő legalábbis személyében az előrehozott választás esélyére is. Ez a 6 pártelnök megbeszélésén konkrétan felmerült, hogy mi van akkor, ha? És miért is lenne? Én nem tudom eldönteni valójában, hogy ezt meglépi-e Orbán vagy sem. Az én meglátásom szerint nem fogja meglépni. Miért tenni? Így van. Tehát, de abban igaza van Jakab Péternek és minden pártelnöknek, aki azt mondja, hogy mindenre fel kell készülni. Tehát igen, a pártelnökök, amikor összeülünk, akkor az iparűzési adó elvonásától, az önkormányzatoknak a nehéz helyzetétől minden ilyenen végigmegyünk, és végig gondoljuk, és azt látom, hogy nagyon elszántak a pártelnökök, és nagyon elszántak vagyunk mi pártvezetők, és a pártok is, és a szavazó táborok is elszántak, hogy
immáron semmi nem oszthat meg bennünket, és bármibe kényszerítse az ellenzéket a Fidesz, alkalmazkodni fogunk az újabb és újabb kihíváshoz. A választókat nyilván majd az érdekli a leginkább, főleg különösen azokat, akik nem elkötelezettek nagyon egyértelműen valamelyik oldal mellett, hogy melyik oldal mit ígér számára. Tehát ugye a Fidesz mondhatja, azt ezt szokta mondani, hogy folytatjuk. De az ellenzék ezt nem mondhatja. Az ellenzéknek nagyon konkrét válaszokat kell adni nagyon konkrét kérdésre. Ezzel hogy állnak? Elég jól. Tehát nagyon nagy intenzitással készül a szakpolitikai program. Nyilvánvalóan, ha kereteket kellene mondanom, akkor biztos, hogy mi egy olyan kormányzásban hiszünk, amely az emberek köré szerveződik. Tehát nem az a kormányzás, hogy egy szűk oligarha réteget kiépítek az országba, és egy jobboldali burzsuáziát történelmi helyzetbe akarok hozni hosszú időre, hanem a hétköznapi emberek köré szerveződő kormányzás, az a hétköznapi szolgáltatások, az egészségügy, a tudás, az oktatás, a szociális rendszer, a nyugdíj hozzáférhető legyen mindenkinek igazságosan és alanyjogon. Hogy a nemzet fogalmából nem fogjuk kizárni az ország egyik felét, mint ahogy Pesnik Mária Zita azzal kezdte itt az ön műsorában pár perccel vagy pár órával, ez egy órával ezelőtt, hogy a nemzet fogalmából nem lehet az önkormányzat se kihagyni. De nagyon fontos nekünk baloldaliaknak és a közös programalkotásban a munkavállalóknak az újbóli helyzetbe hozása, a szakszervezeteknek a helyzetbe hozása, a jogosítványaiknak a visszaadása, az érdekegyeztetésbe, hogy abban nem csak az állam és a munkadó vannak, hanem a munkavállalók is. De mondhatnék egy még nagyobb keretet ennek. Egy olyan új köztársaság felépítése a célunk, amely immáron nem csak demokratikus, hanem szociális is. Mert tudjuk mi pártvezetők azt, mindannyian, hogy a demokrácia, és ezt mutatta meg az elmúlt 30 év, önmagában nem képes tömegeket megemelni, a demokrácia és a szabadság és a szabad piacgazdaság tömegeket megemelni és meg is tartani egy jó életszínvonalon. Ezért fontos, hogy demokratikus, európai és egyben szociális világot is kell építenünk. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke volt a vendégünk. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt önöknek és a nézőknek is! Én a kedves nézőknek persze kívánom, de még inkább azt, hogy maradjanak velünk továbbra is, mert jön mindjárt a csat, és ott folytatjuk. Erős vita ígérkezik, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ennek majd hogy ítélik meg, kinek lesz igaza sok-sok olyan témában, amit már készültünk, és amit felvetünk majd vendégeinknek, úgyhogy mindjárt csat, várom önöket.